Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ennek az éneknek a szavaival, amit most énekeltünk. Sokat tettél megváltó értem, mikor vérel pároztat. Fogad tőlem az egész értem, legyen kedves szolgálat. Boldog szívvel áldok, neki zengek hála ének hangját, Jézus lett a megváltó, vére hult a Golgotán. Hát elég csodálatosabb dolog nincs ezen a világon, mint hogy nekünk egy megváltónk van, aki odaadta értünk az egész életét, és ezen soha senki, semmi nem változtathat. Ez egy tény. Tegnap mentem lefelé a lépcsőházban, a harmadik emeletről, és az első emeleten lakik egy idős férfi, akivel már többször próbáltam beszélgetni az Úr Jézusról, és aki szimpatizál is, és úgy szeret is bennünket, különbséget tesz köztünk és mások között, hogy látja, hogy az, ami nálunk van, az egy kincs, de ő maga még nem fogadta be az Urat. Én vissza-vissza köszön már neki a régi gyerekkori vallásos neveltetés, tehát volt ott hadifogság, háború, 40 év, ateizmus és sok minden más, de ahogy éli az életét, és kapta ezeket a kegyelmi éveket, Isten mégiscsak összehozta velünk, és most újra és újra valahogy betekintés nyer a mennybe. És tegnap, ahogy ment lefelé, botjára görbedve az egyik oldalon, a korlátba kapaszkodva a másik oldalon, egyik lábát tette le a másik után lefelé a lépcsőt, és én tudtam, mert már a múltkori beszélgetésből kiderült, hogy ilyenkor megy le a barátaihoz a köztársaság térre, és egy másfél-két órát elbeszélgetnek a világ dolgairól, emlékeikről és az életről, és hát ő fél évig nem tudott lemenni, mert annyira rossz volt a lába. És hogy ott ment lefelé, és láttam, hogy vágyik oda lemenni, és minden megtesz ezért, hogy megálltam mellette, köszöntem neki, rám mosolygott, lehajoltam, és megfogtam azt a két térdet. És azt mondtam, Jézus Krisztus nevében térdet, dolgozzatok, cipeljétek ezt a terhet, ez a munkátok, ez a feladatotok. Legyetek áldottak, és gyógyuljak, legyetek erősek. Aztán ámen mondtam, és így fölnéztem rá, rám nézett, azt mondtam, köszönöm a jó tanácsot. Mondtam neki, ez nem tanács volt, hanem áldás. Ez imádság volt, és áldás, és azonnal egy kicsit tudtam az Úr Jézusról beszélni. Ezért vagyunk ezen a földön, ez egy perc az életünkből, de amikor bemegyünk a bankba, és ugyanaz az ügyintéző van ott hétről hétre, hónapról hónapra, és látja azt, hogy a mi életünkben azért mégiscsak ott a ragyogás. Ugye ez a világ sötétedik, a bankba az emberek nem mosolyogni mennek, hanem hát fogukat szívva, mert rakják le a pénzt, minden. De látja azt, hogy te nem így mész oda, hanem reménység van benned a jövővel kapcsolatban. Azért csak kíváncsi lesz, hogy miért vettem mindig olyan kiegyensúlyozott, vagy boldog, vagy éppen miért mosolyogsz rá, vagy miért érdeklődsz afelől, hogy ő hogy van, amikor az emberek nem szoktak afelől érdeklődni, hogy a bankban hogy van egy tisztviselő. És előbb vagy utóbb elindul a beszélgetés. Hát ezért vagyunk itt ezen a földön, ragyogunk, ragyog a világosság rajtunk keresztül. Úgyhogy amikor ide bejöttem, elhatároztam, hogy így foglak köszönteni benneteket, kedves testvéreim, hogy Isten szentjén. Mert az a szentség, amit ti kaptatok Jézus Krisztus vére által, bennetek van. Ez egy ajándék. Lehet, hogy nem vagytok tökéletesek, én messze nem vagyok tökéletes, még nagyon sok mindennek kell formálódni a bennem, és majd egyszer az Úr jelenlétében ott már olyanokká leszünk teljesen, mint ő. De amíg nem vagyunk is tökéletesek, mégis ott dolgozik bennünk. Az a szentség, amit kaptunk az Úr Jézus Krisztus Golgotai keresztjén. A vér által, mert azzal lettünk megszentelve. Emlékeztek talán az 1 Péter 1.19-re? Ez még a ti köszöntésekhez tartozik. Kedves szentek, mert így szerettelek volna köszönteni, és így is mondom most nektek, hogy kedves szent testvéreim, ragyogó, a világ világosságaként a sötétedő világban ragyogó szentek. Ezt olvassuk az 1 Péter 1.18-ban. Tudván, hogy nem veszendő volni, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, aki atyáitoktól örökölt hiába való életetek jön, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusé. Hát ez, ami fő jellemzőnk,
és hogy a bemutatkozás is megtörténjen. Természetesen az én életemre sem volt ez mindig fő jellemző. Nagyon szerettem élni, nagyon, hát hogy mondjam, úgy értem, mint a többiek az osztályban. Vallásos családban nevelkedtem, élő ige hirdetéseket hallgattam, de az életem távol volt attól, hogy teljesen az Úrnak adjam. 18 éves koromban, amikor érettségiztem, megtapasztaltam Isten csodálatos beavatkozását, akkor már kértem őt, akkor már segítségül hívtam őt, titokban nem volt ott senki, de kértem a beavatkozását, anyukámnak utána elmeséltem, ő előttem, az én megtérésem előtt 5 évvel tért meg, tehát 20 éves koromban tértem meg, 15 voltam, amikor ő megtért, és onnantól kezdve imádkozott értem. És tudjátok, Istennek a nehéz dolga is van egy-egy emberrel, de az imádság útján mégis be tudja venni a szíveket. Meghódítja, hát az enyémet is meghódította, és tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy átadtam neki az életemet, az egészet nem mondhatom el, mert ahol állna az ige hirdetés, tehát onnantól kezdve, hogy átadtam neki az életemet, föltámadt bennem egy bizalom. Még meg sem kértem, mondom, érettségi előtt segítségül hívtam az Urat, este 9-kor, igen, tehát nem voltam otthon, a szüleim senki, és ott álltam sok földolgozatlan, kidolgozatlan, tételemmel, mindenütt, kupacot. Én rengeteget tanultam, de valahogy nem tudtam fölkészülni, és másnap érettségi magyar, ott álltam, hogy hát ültem, senki nem volt otthon. És akkor eszembe jutottak azok a csodák, amiket anyukám mesélt, amiket a igényedésekkel hallott. És akkor azt mondtam, hogy Istenem, te látod, hogy én tanultam, de nem vagyok fölkészülni. Én most rá fogok kötni a tételsorból a tételre, és abból még fölkészülök, és utána azt kérem, hogy az lesz. Hát ezt nem mondom, hogy bárki csinálja a érettségi vizsga és egyéb előtt, ez nem követelni, de én nem adom újjászületre, csak egyszerűen föltámad bennem a bizalom, hogy Isten meg tudja csinálni. Sőt, valahogy úgy éreztem, hogy szeret, és meg fogja tenni. Tehát nem csak így vaktában szerencsét kívántam magamnak, hanem tényleg ő hozzászólt. Nem mondtam neki, hogy ha megteszed, akkor neked adom az életemet. Ez nem volt ott a másik oldalon, nem üzenem. Egyszerűen bajban voltam, és segítségül tudtam, hogy mi történt. Rádöttem a Radnóti tételre, volt még egy órán, fölkészültem, átismételtem a verseket, mindent. Megjöttek anyukám még, elmeséltem neki, imádkoztam, és a Radnóti tételt fogom húzni. Anyukám egy szót sem szólt, csak kiment a fürdőszobába, letérdett, és elkezdett könyörögni, mert az volt benne, de tudjátok, az anyák imádsága, az utak kinyílnak előttünk. Másnap ott álltam a érettségi bizottság előtt, másodikként húztam, ott voltak a kis rózsaszín borítékot, és ahogy ott álltam, megfogtam az egyik borítékot, nem történik semmi, nem nyitottam ki, semmi. Ott volt a kezemben a boríték, meditáltam a számát, és tudtam, hogy a rabnak tudtam. Tudtam. Ez a hit. Én még nem voltam újjászületve. És Isten mégis valahogy belekállt, és ezt a bizonyosságot, hogy ő nem hagy el, egyszerűen nagyon mélyen bejött az érzés. Hogy kinyitottam a asztalnál a tétet, az Antúr Adnoki tétel, hát egyszerűen azt mondtam, Uram, te vagy. Tényleg vagy. És egyszerűen csak gyönyörködtem benne, az érettségi ragyogóan sikerült, az elnök, könnyek voltak, hogy szavaltam, nem tudtam, és minden, de engem nem érdekel. Engem nem ez érdekel, hanem rájöttem, hogy egy élő Isten, aki mindent megalkotott, meghallgat az imádságot. És komolyan vett. És ő ott van. És ez annyira átjárt, gyerekek, meg is születtem benne. Én még nem születtem olyan. Még beletett 2 év, mire az Úr meg tudott menteni, de az utolsó 3 hónap, ami nagyon intenzív volt, mert akkor már rendszeresen jártam evangelizációkkal, hallgattam az igehidet, és próbáltam olvasni a Bibliát, nem értettem. Minden este kimentem a fürdőszobában, a csönd volt, ott letérteltem, és ott imádkoztam, és kértem Istentől, ha ő tényleg van, akkor mutassa meg magát nekem, győzzön meg engem, és akkor nekiadom az életemet. Hónapokon keresztül mindig imádkoztam, és végül elvégezte, szóval megszabadított, hát talán ott a táborban mondtam, hogy ugye én nagyon ilyen szerelmes típus voltam, tehát a lányok tekintetében
barátságtól, mindentől. De tudjátok, nem ez a legnehezebb, hanem az, hogy mi lesz utána. Ez a gondolat, hogy mi lesz utána. Hogy, hát azért az ember csak szerelmes típusát használható, hogy nem tél, akkor ez nem változik. Hát honnan fogom megtudni, hogy ki lesz? És mikor lesz társam? És ki fogom megtudni bírni? De amikor minden beletörődik, amikor ez a hit ott benne, azt mondja, hogy ő jobban tudja, és rábízhatod magad, amikor beleteszed a kezébe, akkor ez a hit kinyitja magukat, átmész mindenem, és meg fogod látni. És megtörtént. Mert megkaptam a társamat, és nagyon boldog vagyok, a világ legjobb ajándéka volt az újjászületés után, eddig jobbat el sem tudok képzelni, hogy milyen jó társat kaptam. Hozzám tartozik, hozzá tartozom, barátai vagyunk egymásnak, és szerelmesek is vagyunk egymásban, és nekünk nagyon jó dolog ez az életünkben. De hát nem maradtunk magunkban, mert hamar megszülettek a gyerekeink, úgyhogy ötöt neveltünk föl, egyik kisebb a többiek közül, de a többiek már elég nagyobb. Ketten vannak még otthon velünk, a Jázon, aki hála az Úrnak itteni gyülekezeti nenyasszony kapott, és nem tudom, hogy ez már elhagyott, mert oda lehet nézni, most már a híret állítom. Jó? Úgyhogy ilyen módon is küldődünk egymáshoz, és mellette ugye a Andrusunk, aki még csak 10 éves, de így az életünk gazdag döntése is. Szóval nem rövidültem meg, nem fosztott meg semmitől, minden benne volt, ami akkor előtte nem tudtam, csak aggódtam, és tudtam, semmit választalom. És az Isten igény, ami föltámasztja a hitet, bizonyosságot ad nekünk. Engedjétek meg, hogy most akkor jöjjön az ige, és akkor egy rövid igét szeretnék felolvasni, azt kérem, hogy a gyülekezet, aki hálaolvassák meg. Azután homilia jön, amit belőle lehet hallgatni, jó? Tehát az 1 Tesszalonika 5:9-10-et fogom felolvasni, és utána az 1 Tesszalonika 5. rész, 1-11 versét már előre hallgatni. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ővel. Foglaljátok a fejet. Úr Jézus Krisztus nevében legyen áldás az igét, a hallgatásán, szívbefogadásán és az elmondásán. Mert nem haragra rendel minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébre vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ővel. Ez a Károlyi fordításból hangzik el, szép, szavatos, pontos, majdnem szóról-szóra való fordítás a görög nyelvből. Szeretném az előtte lévő néhány verset is olvasni, röviden, de vezetésként, de a szívem vágya az, hogy ez a két vers járjon át bennünket. Hogy az egész életünk egyen-egyenként, ezeknek a kedves szenteknek, mindegyikőtöknek az élete úgy hordozza a ragyogást, hogy soha semmi felhő azt el nem tudja fogni a körülöttünk élő emberek szeme elől. Hogy legyetek bátrak, hogy biztosak legyetek abban, hogy Jézus Krisztus szabadító, jót készített el nektek, és akár mindentek is áll, a legjobb lesz belőle. Minden, de minden összedolgozik a javára. Tehát, ennyire szólunk a 5:1-től olvasom. Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjam néktek, most megyünk át ezeket az időkön és időszakokon, mert igen jól tudjátok ki magatok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. A legfontosabb jellemző, amit az Úr visszajövetelére tudunk, hogy várata. Természetesen mi nem vagyunk a sötétségnek a fiai, hogy abszolút nem tudjuk róla semmit, de állandó készenlétben vagyunk, és állandó készenlétben is kell lennünk, mert úgy jön el, mint a torvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonynak, és semmiképpen meg nem menekülnek. Én
nagyon szeretek úgy köszönni, mikor megtértem, nem sokkal később elkerültem egy baptista közösségbe, gyülekezetbe, és ott mindenki úgy köszönt, hogy békés. Mit szeretném köszönni? Ott mindenki így köszönt. Én azt hittem, hogy a baptista testvérek mindenük így köszönnek, hogy békesek, és ez annyira átment, mert sokan csak úgy köszönt is kérnek, áldjon az Úr, áldjon meg az Úr, hogy lazán. De én amikor egy ilyet kimondok, mindig átjár, áldjon meg az Úr. És amikor kezdet fogok valakire, és azt mondom, hogy áldjon meg az Úr, akkor azzal én áldást kívánok. És amikor azt mondom valakinek, hogy békesség, akkor én kimondom azt a szót, a Máté 10 szerint, ha belépünk egy házba, mondjuk, hogy legyen békesség ebben a házban. És ha van ott valaki a békesség fiai közül, akkor megnyugszik azokon a mi békességünk. Ha pedig nem, akkor a békesség mi rám tér vissza, emlékeztek talán ez az igére. Tehát amikor kimondom ezt a szót, hogy békesség, akkor én mindig egy kapun lépek be, akkor én mindig valakivel kapcsolatba kerülök. Na, amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, ez nem az a békesség, amit mi kívánunk, hanem amikor azt mondják, hogy minden rendben van, semmi felől nem kell aggódni, minden megoldunk, minden tökéletes lesz, azt mondja, hogy na akkor figyeljetek, nyíljon ki a szemetek, mert akkor hirtelen fog megérkezni a veszedelem, mint a szülési fájdalomban terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekülni. Amikor most a menekült válság elindult, sok keresztény teljesen bizonytalan volt, hogy mi történik, és hát ugye egyfelől a terrorizmustól való félelem, Európa iszlamizáció és sok-sok minden más merül föl az emberekbe, másfelől meg a személyes irgalom, hogy ide jönnek ezek az emberek, és tényleg hát egyik része ki tudja fizetni a ennivalóját, meg az utazását, másik része nem tudja, kisgyerekek, kiszolgáltatottak, szóval a kettő egyszerre merült föl. És volt, aki mondta, hogy ez az utolsó idők egyik jele, és mondtam neki, hogy én két dolgot tudom. Az egyik az, hogy valóban megvannak ezek a veszélyek, a másik az, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus előtt meg fogok állni, akkor azért is meg fogok állni, hogyha valaki szükségben volt, akkor mellé álltam és segítettem. A kettő egyszerre történik. Nem tudjuk, hogy ez már az egyik utolsó jel-e, de azt világosan megfogalmaztam és látom, hogy a világ szülési fájdalmak között van. Egy ilyen gazdasági válság után, menekült válság, egyszerűen mindig jön valami miatt. Természetesen tudom, vannak sokan, akik szabadkőművességről és sok minden másról beszélnek, most nem sorolom föl, hogy a háttérben mi zajlik, hogy a folyamatokat ki irányítja, és hogy mi történik. Lehet, hogy ez is igaz, sok minden lehet. Egyet biztosan tudom, hogy ennek a világnak most szülési fájdalma van. És itt valami meg fog születni. És ez a valami a mi szempontunkból biztos, hogy az Úr visszajövetel, hogy még minden más lesz ezen a világon, az egy másik dolog. De azt mondja a Lukács evangéliumában, a 21. rész, tudjátok, ahol az Úr visszajöveteléről beszél, azt mondja, hogy amikor ezeket látjátok, 25. verseket olvasok, és lesznek jelek a napban, a holdban és csillagokban, és a földön fogányok szorongása, a kétség miatt, amikor a terjedés a habszúgni fog. Természetesen a klímaváltozás miatt, hogy a tenger emelkedik és veszélyezteti, hogy elborít bizonyos területeket, tenger és a habszúgni fog, ez is félelmet vált ki, ez is benne van a mostani időben. De a tengerről, az a Bibliában sokszor úgy olvasunk, hogy ez a nép, ezek a népek. Nem Izrael népek, hanem a népek, a legkülönbözőbb népek. És amikor elkezd zúgni, tehát amikor elkezd változások jönnek létre, nagy mozgások alakulnak el, amikor a tenger és a hab zúgni fog. Mert ugye, igen, szóval látjuk azt, hogy amióta a kerítés fölépült, egy bizonyos boton volt egy harc, aztán átkerültek másokon, megint bejöttek, de ugyanakkor Szlovénia felé is volt egy harc, és ha megint lenne kerítés, megint lenne az zúg. Van valami hatás, van valami zúgás, van valami fenyegetése. És azt mondja, hogy amikor a tenger és a hab zúgni, és még nem tudjuk, hogy mi minden lehet. Szóval, amikor zúgni fog, akkor az emberek elhalnak a félelem miatt. És azoknak várása miatt, amiket föld kerekségére következnek. Mert az egész erősségei megrendülnek. Tehát ami addig biztos volt, a törvényszerűségek is elkezdenek változni. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőbe. Tehát ezek a jelek, a szülési fájdalmak mind arról beszélnek, hogy meg fogják látni ők is az ember fiát eljönni a felhőben, hatalommal és dicsőséggel. És akkor most mondja az Úr Jézus, amikor pedig ezek kezdene megrenni. Tehát most, 2015. augusztus, szeptember, kezdenek megrenni. Amikor ezek kezdenek megrenni, mit csináljatok? Nézzetek fel!
apolitrózis, ez a kiváltás, ez a kiszabadítás, ez valami olyan megfeleltetés, ez a váltságdíj, ez ami megváltunk, az ő vére, amit kifizetett a kereszten, most kezd működni, ki fog szabadítani, ki fog emelni, és önmagához fog elvinni. Nézzetek fel, emeljétek fel a fejéteket. Mi ez? Reménység. Jövő. Biztonság. Akármit mondanak körülöttetek az emberek. Ki fél. És az emberek már elkezdenek félni, akkor a félelem ragályos, és az egyre magasabb hullámokat csak. Akárhogy próbálnak is megfélemlíteni. Vagy mondják, hogy hát te nem vagy normális, hogy te ezekről nem félsz. Nem félek. Miért? Mert a fejemet fölemeltem. Mert arra nézek, aki jön. És tudom, hogy jön. És nem fogunk félteni a nyugdíjamat, az egészségügyi ellátásomat, a jövőjét, az országunk. Nem félek, hanem mit csinálok? Imádkozom. Tudom, hogy az Úr szabadító. És tudom, hogy minden körülmények között szabadít. Hát ez ragyog. Amikor a félelemben az emberek félelmei között mi bizonyságot teszünk. Én mostában általában ezzel kezdem a bizonyságtételt, hogy lehet, hogy mindig van egy robbantó pont, hogy az ember átlép egy következőt, hogy megszólítsa az embereket. Meg szoktam kérdezni, hogy mi a vélemény a menekült válságra, a menekült, akkor nem féle, nem aggódik el. És akkor volt olyan, hogy te akartál rá, és rám nézett, látod, őszintén kérdezem. Ez nem egy ürügy nekem, én tényleg kérdezem, hogy féle. Rám nézett, hogy hát tulajdonképpen igen. És akkor elkezdek beszélni neki Jézusról. Fölolvasom ezt az igét. Jézus jön, van reménység. Az egész világ számára, konkrétan azok számára, akik ismerik őt. És akkor utána kérdezem, hogy megismerte már ő, hanem neki személyes reménység. Szóval, visszatértem az 1. Tesszalonika 5-öt, harmadik versenyt tartottunk, mert amikor ezt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen veszítelenek rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyánkiai, tehát itt a különbség. Az emberek félnek, rettegnek, és nem tudnak megmenekülni, ha nem ismerik meg a megváltót. De ti, testvérei, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lehetne meg benneteket. Ti mindnyájan a világosság fiai vagytok, és a nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Tehát ez egy státuszbeli különbség. Kétféle ember él ezen a világon. Hú, ez százszor elmondtam már, a világi emberek egész máshogy gondolkodnak. Akkor megmondom, hogy hányféle ember él a világon, mondom. Én arra gondolok, hogy kettő. Mondjatok valamit. És akkor van, aki a bőrszínekről beszél. Fehérek, meg mindenki. Van, aki más, azt mondja, férfiak, meg nők. Gazdagok, meg szegények. Fiatalok, meg idősek. Sok minden mondanak az emberek. De a maradandó mennyei néke szerint kétféle ember érezze a világ. Az egyik már megismerte a megbántást, és a világosság fiaihoz tartozik, és az Isten királyi uralmában van bent, és nem az ördög hatalma alatt. Nem a Kolossé 1.13 szerint kiszabadított bennünket, és átlépett a szerelmes fiú országába. Tehát ez az egyik. És mindenki más, aki még nem ismerte meg a megváltót. Ti mindnyájan a világosság fiai vagytok, és a nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáig, sem a sötétségéig. Következtetés, ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Vagyis egy mennyei gondolkodás módra hívja fel a figyelmünket. Mások alszik. Hát az önmaguk körül való forgásban, az anyagi javaink biztosításában, a versenyfutásban, az érvényesülésért, a sikerért, a vállalkozás fölépítéséért, még tovább terjesztéséért. Ez alvás az Isten országa szempontjából. Alszanak a maguk szerelmi ügyeiben, alszanak a maguk aggodalmaiban. Ti ne aludjatok, hanem legyetek éberek. Kinyitott szemmel figyeljetek, mert a ti megváltótok jön. Nem vagyunk az éjszaka fiai, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak. És akik részeget, éjjel részegednek meg. Más szóval oda tartoznak. Oda tartoznak. Az alvók világához, az éjszaka világához. De ti fölébredtetek. Én ez nem a biológiai alvásról szól, persze, hogy alszunk. Kipihenjük magunkat, ha tehetjük. Ha meg nem tehetjük, akkor hálát adunk azért a pár óráért, amit aludtunk. Aztán másnap újra kezdjük a napunkat, megint hálaadás. Aztán megpróbálunk valahogy behozni ebből valamit. Ugye? Tehát nem erről szól, hanem ez egy lelki, egy szellemi alvás. Egy olyan alvás, ami leveszi a figyelmet.
Krisztusról, nem emeli föl a fejét, hanem a félelmek beadja bele magát, hogy a saját maga bebiztosításába, vagy a versenyfutásba, az érvényesülésbe, a lájkok szerzésébe, és abban, hogy ő népszerű legyen, hogy mindenki jót mondjon róla, és ha nem mondanak elegen jót róla, akkor elkezdi őket szívni. És akkor az ő véleményük már nem lesz olyan érvény, ne aludjunk, mint egyedek, akik alszanak, éjjel alszanak, akik részegek, éjjel részegednek, meg oda tartoznak. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, mi ellenzőek? Mi milyen vagyunk? Nappaliak, a világosság fiai. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk ébredek. És akkor jön az öltözés, a nappaliak felöltöznek. Az alvók azok pizsamában alszanak, de a nappaliak felöltöznek. Mibe öltözünk föl? A hitnek és a szeretetnek mellvasába. És üdvösség és sisak gyanán mibe öltözünk föl? Az üdvösség reménységében. Nem tudom a tipolításokban hogy szerepel, de nálam nagyon világosan ott van az üdvösség reménységében. Mert, amikor mertet olvasunk a Bibliában, akkor mindig megnézzük, hogy mi van előtte. Ugye? Azt mondja, mi azonban, akik nappaliak vagyunk, de legyünk éberek, felöltözve a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanán az üdvösségnek reménységében, mert nem haragra rendelt minket az Isten. Ezt már mondtuk együtt, ugye? Mondjuk együtt, mert nem haragra rendelt minket az Isten. Mert nem haragra rendelt minket az Isten. Ez egyes szám első személyben hangzik, úgyhogy mondhatjuk egyes szám első személyben is, mert nem haragra rendelt engem az Isten. Mert nem haragra rendelt engem az Isten. Most státuszról beszélsz. Státusz alatt azt értem, ami nem változott az, hogy mibe vagy öltözve éppen, vagy hogy jó idő van kint, vagy rossz idő, hanem ami jellemző rá. A státuszod az, hogy magyar állampolgár vagy. Ezt nem csak a személyigazolványoddal tudod igazolni, mert elveszíted a személyigazolványodat, nem mész az önkormányzatba, lenyomozzák szépen az adataidat, és nem sokára kapsz egy új személyt, mert te magyar állampolgár vagy, akár nem van a személyid, akár nincs, akár külföldön vagy éppen, akár nem, akár alszol, akár ébren vagy, te magyar állampolgár vagy. Ez a státusz, ez a státusz. És mit olvastunk itt? Nem haragra rendelt minket az Isten. Ez a státusz. Ez a státusz. Nem vagyok haragra rendelve. Na jó, akkor egy pillanat álljunk meg. Mit jelent ez, hogy haragra rendelve? A harag két dolgot jelent. Az egyik, amiről a hétköznapokban is beszélünk, az ez. Amikor így hízel a másik. Amikor megföl a hubba. Amikor olyan szavakat mondasz ki, amik utólag megválsz. Amikor érzed, hogy ezt már nem bírom tovább, jobb kimenni, mert rossz dolgot fogok csinálni, ugye? Na ez az egyik harag. Erre rendelt minket az Isten? Nem. Nem csak a hölgytestvérek, tudják, a férfiak is, akiket néha az igaz szerint jobban megkísért a harag, ugye haragtól mentes kezeket emelni föl, amikor imádkozunk, tehát a férfiak is mondják, hogy nem haragra rendelt engem az Isten, mondjuk? Nem haragra rendelt engem az Isten. Nem. És természetesen bőtesüljek és a haragra rendelte Isten, ez az én státusz. Valamiben be vagyok át. És ez nem a haragért van. Ez az egyik értelme, hogy a hétköznapi harag. A másik az ítélet, mint harag. Tehát ami vár a bűnre és a bűn alatt élő emberekre, az ördögre is, az ördög minden csapdósára, és sajnos azokra, akik ő hozzá tartoznak. Ezt mondja az ige, hogy el fog jönni egy nap, amikor az Isten jogos ítélete ki fog jelentetni Róma 2:4-6-ig. Tehát az Isten jogos ítéletének a kijelentése napjára, amikor ez a harag, ami a bűn miatt van, nyilvánvalóvá lesz. Jelenleg hol van ez a harag? Ez a harag vissza van tartva. Mi által? A kegyelem által. A Jézus Krisztus vére által. A Jézus Krisztus megváltása által. Miért? Miért van visszatartva? Hogy megtérhessünk. Hogy mindannyian, akik itt ezen a földön élnek, megtérhessünk. És a körülöttünk lévő emberek is. Most történetileg mondom, időben. Onnantól kezdve, hogy az Úr Jézus kimondta ezt a szót, hogy elvégeztetett, és eleget tett a saját váltság halálával minden büntetésért, mindent elhordozott. Onnantól kezdve ez a harag fel lett tartóztatva. A Róma 2:4-6 pontosan ezt mondja. Abad. Abad megvetett az ő jóságának.
elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát. Ez a feltartóztatás, a haragnak ez a feltartóztatása, mondom, történetileg mondom, 2000 év óta vissza van tartva. Istennek ez egy jogos, bűnök miatti haragja, vissza van tartva, fel van tartóztatva a kegyelem által, hogy mindenki bemehessen, és ezt az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát néhányan megvetik. Pontosan azok vetik meg, akik visszaérnek vele, akik nem arra használják, hogy megtérjenek, hanem azt mondják, hogy úgyse jön Jézus, vagy mese az egész, erre használják föl. Ahogy megvetek az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát. Nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napján. Tehát az Isten igaz ítélete már megvan, csak fel van tartoztatva. Egy nap eljön az a nap, amikor ez ki lesz jelentve, amikor ez ki fog áradni. De téged Isten nem haragra rendelt. Tehát nem arra rendelt, hogy elvesz ezzel a világgal együtt. Hanem én. Hanem arra, hogy üdvösséget szerez. Olvasom még egyszer. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez a kettő két különböző státuszról beszél. Ha nem a haraghoz tartozol, akkor hova tartozol? Az üdvösség kívánságához. A mennyhez. Oda tartozol, ahol az örök élet van. Ahol az örök élet vár, és ahol az örök élet kiállt. És most szeretnék egy pillanatot megállni. Ez a szó, hogy üdvösség. Ez nagyon sok ember számára először is egy ilyen középkori kifejezés, egy nagyon régi, üdvözült szentek és hasonló jutnak eszükbe. Másfelől igazán nincs tartalma. Általában a keresztények ezt a szót átolják, nem csak így mondom, hogy a mennyre, hanem a jövőre. Majd, ha megkaptam, akkor majd lesz jelentősége az üdvösségemnek. De ez nem így néz ki. Neked egy üdvözítőd van. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. És ez a szó, hogy szótér, hogy megváltó, hogy szabadító, ez nem csak majd lesz, és nem csak volt önnak keresztel, hanem most is igaz. 2000 év óta. Ő üdvözítő, ő megváltó, ő szabadító. És ha megnézitek egyszer az Új Szövetségben, hogy hány helyen fordul elő ez a kifejezés. Ez egy nagyon gazdag és nagyon sok helyen előforduló kifejezés. Például, amikor a vérfolyásos asszony meggyógyítja az Úr Jézus Krisztus a betegségéből. Pontosabban, ez az asszony oda megy és titokban megérinti az Úr Jézus ruháját. Mert azt mondja magában, ezzel a feltámadó hittel, ezzel a bizalommal, hogy ha csak a ruhája szegélyét megérintem is, meggyógyulok. Nem kell nekem mondani senkinek, sem Jézusnak, én csak megérintem és meggyógyulok. Hit! Ez hit! Ez hit! És mi történt? Abban a pillanatban, ahogy megérintette a ruhája szegélyét, abban a pillanatban megérezte, hogy elállt a vérének forrása. De az Úr is megérezte, hogy előállt ki tőle, mert ez nem véletlenül állt el ez a vérfolyás, hanem azért, mert Jézus meggyógyította. És mondta, hogy ki az, aki megérintette? Ó, Uram, hát annyian tolonnak körülötted. Az emberek hozzád egy okoskodtak a tanítani, de az Úr tudta, hogy miről beszél. És továbbra is mondta, tudom, hogy megérintett valaki, mert előáradt ki belőlem. És akkor az asszony látta, hogy nem tud titokban maradni, és akkor előjött, és félre bevallotta, hogy mit tett. És Jézus ránézett, és azt mondta, hogy a te hited megtartott téged. Megmentett téged. És itt az a szó szerepel, hogy üdvösség. A te hited üdvösséget szerzett neked. És mi volt ez, amit ő átélt fizikailag? Meggyógyult. És ezt a szót, hogy üdvösség, erre is használja a Szentírás. Hogy meggyógyít. Hogy helyre állít. Hogy helyre rakja az életedet. Hogy a bajból kiszabadít. A nyomorúságból megment. A szükségleteidet betölti. És ez nem csak majd lesz a mennyben,
hanem az Úr Jézus a hegyi beszédben arra tanít minket, hogy ha mi a hit által járunk, akkor ezen a földön örökösök vagyunk. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Nem csak majd lesz az örökséget, hanem most is tudod, hogy Jézussal járva más vár rád, mint erre a világra. A világ fél és rette. Aggodalmaskodik, hogy mi lesz vele. De te tudod, hogy üdvözítőd van. Szabadítód van. Bármi mész át, rábízhatod az életedet. És akkor jön az örökés. Biztos vagy benne? Biztos vagy, hogy Isten ezt akarja csinálni? Hogy ő meg akar menteni téged? Hogy jót akar neked? És akkor tessék az 1 Tesszalonika 5:9-et abból a fordításból, amiből akarod, vágod az ördög fejéhez, és lakosság, és mondd ki, mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. És az üdvösséget szerezünkben benne van az, hogy nem az ítéletre fogsz menni, nem a haragra fogsz menni, hanem az Úr előtt fogsz megállni, az ő ítélőszéke előtt, ahol ő az életedet ugyanúgy értékelni fogja, de a megmentettekkel leszel együtt, és nem kell félned és rettegned attól a naptól. Hanem már most itt ezen a földön azt mondod, Uram, kérek, mutasd meg nekem, mi az, amiben változtatom kell. Ne hagyj engem olyannak, nem akarok megszégyenülni. Uram, nem akarom, hogy a te igéd hiába való legyen, dolgozz bennem, mutasd meg, miben kell változnom. Ezt már most itt megteheted. És azon a napon, amikor az Úr rád néz, és a szemei olyanok lesznek, mint a tűzdán, akkor azokat már nem találja ott, amiket most itt elrendeztek. Mert ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamiságot. Tehát nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. Na most itt megint. Ez kedvéért. Ha ébren vagy, Jézussal vagy. Ha alszol, most itt a hétköznapi alvás értelmében is értve, tehát biológiában alszol, akkor is vele vagy. Csak akkor rábíztad az életedet, és ő tart téged, mint a csecsemőt az édesanyja. Tehát akár ébren vagy, akár alszol, együtt élsz ő vele. És ha kinyitod a szemed, akkor az Úr lesz ott, abban a pillanatban, és hogyha még korán van, vissza tudsz aludni, visszaalszol, az Úrban alsz. De a másik értelme az alvásnak a halál. Tehát azt mondja, akár élünk, vagy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vagyis mi elaludunk, becsuktuk a szemünket, erről a földről elmentünk, együtt élünk ő vele. Eszembe jut egy barátok, aki most emette el a nyomáját, és nagymamája néhány évvel ezelőtt befogadta az Úr Jézust. Látta a tömeg között a barátom hitét és megváltozott életét is. De ott a kórházi ágyon elbizonytalanodott. És ahogy bementem a barátom, azt mondta neki, hogy így megsúgta neki bizalmasan. Nem merem becsukni a szememet. Nem merem becsukni a szememet. És akkor a barátom érezte, hogy arról van szó, hogy nem meri úgy becsukni, hát nem mer meghalni. Bizonytalanság. És akkor ránézett, és tudta, hogy az ő nagymamájának a kedvenc igéje, egyik kedvenc igéje a 91. Zsoltár. Kinyitotta a Bibliát, és nagyon gyenge volt már a nagymama, de az igét azt még hallotta, és tudta vele együtt mondani. És felolvasta neki, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. És ahogy ez a nagymama mondta, ahogy az unokája mondta, egyszer csak az ige elkezdett dolgozni. És lehetett érezni, hogy birtokba veszi a gondolkodását, az érzelmeit, és ott a kórházi ágyon megtörtént a csoda. A nagymama ránézett, és azt mondta, hogy most már bemerem csukni a szemem. És talán egy-két nap múlva eladt. És a minden. És amikor az én barátom ott volt a búcsúztatáson, és többek között ő is hirdette Isten igéjét, akkor ő világosan beszélt arról, hogy Jézus azért halt meg értünk, hogy akár ébren vagyunk, vagyis életben ezen a földön, akár alszunk, vagyis hogy itt a földi emberek számára be van csukva a szemünk, éppen ott egy temetés volt, eltemetnek bennünket,
együtt éljünk Ővel. Ki tette ezt meg, hogy mi együtt élhetünk Ővel? Kitől van ez? Kitől jött ez ide nekünk? Jézus. Miért? Mert ő szereti. Ő szereti, ha együtt élünk. Ő ezért váltott meg minket. Nem azt akarja, hogy a haragra menjünk. Nem azt akarja, hogy nélküle éljünk. Nem azt akarja, hogy féljünk. Nem azt akarja, hogy együtt hullámozzunk a tömeg félelmeinek, meg érzéseinek a hullámzásaiban. Nem! Hanem azt akarja, hogy akár ébren vagyunk, éljünk, akár meghaltunk, vagy is feladottunk, mi együtt éljünk Ővel. Jó hír? Ő egy ilyen megváltó. Ő szeret. És azt akarja, hogy az ő üdvösségében jár. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk Ővel. Még egy üzenet benne van ebben az igeversben. Ugye benne volt az, hogy nem haragra rendelt minket, ez a földi értelmevet harag, tehát nem összehozott szemöldökre, mogorva beszédre, várándítása, hátrafordítása, dalszal és hasonló, nem erre rendelt minket, nyilván az ellentétére. A szeretetre, a megbocsátásra, az új, arra, hogy az új kezdést megadjuk a másiknak, a jó szavakra, a kedvességre, a türelemre, erre rendelt az irgalmasságra, de egy másik értelme is van. Nem a haragra rendelt minket, vagyis nem az Isten jogos ítélete kijelentésének a napjára, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, vagyis megmeneküljünk, vagyis ne a károsztatás alá kerüljünk, hanem benne legyünk az elrejtettségben, a megbocsátott bűnökkel, benne legyünk Isten országában, a világosság királyságában. És ez a mi státuszunk nem haragra rendelve, hanem az üdvösséget meg. De ennek is két jelentése van, mert ez nem csak baj lesz, hanem már itt ezen a földön ebben élünk. És innentől kezdve nem csak az életet hordozom magadban, amikor újjászülettél, hanem életveszélyessé lettél. Jó értelemben, az ördöggel szemben. Benned ott van az örök élet, és akikkel beszélsz, megkapják az üdvösséget. Átveszik az Úr Jézusról. Üdvösséget szerezni nem csak te rólad azt, hanem arról is, hogy szerezd, nyerd meg, harcold végig, és ő vigye tovább az Úr munkáját, hogy mások is megmeneküljenek. Mert Jézus azért hajlott értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk Ővel. Hát igazoljátok egymást. Építse egyik a másikat, ahogyan cselekszik is. A názáreti Jézus Krisztus nevében, kedves testvére, hűséges szeretet, elkötelezett, tanítványi szívű, ragyogó testvére, a Jézus Krisztus nevében legyen áldás az életetekben. És ezekben az időkben, ezekben a napokban, amikor sokan félnek, és nem tudják, hogy mi fog bekövetkezni, nézzetek föl, emeljétek föl a tekinteteteket Jézusra, mert ő jön. És ő nem haragra rendel benneteket, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzen. Hogy győztesek legyetek pontosan ezek között a viharok között. Hogy az áldás megnyugodjon rajtatok, amiért ő a Golgotai kereszten meghalt. Hogy ez az élet, amit megkaptatok, kiáradó élet legyen, és nem csak a tiétek legyen az üdvösség, hanem másokat is elérjen, és mások is megmeneküljenek. Erre vagytok rendelve, ebben éltek, mert ő azért adta az életét, hogy akár ébren vagytok, akár elalszotok, együtt éljetek Ővel. Járjon át benneteket, Istennek ez az igazsága, ne féljetek, ne rettegjetek, ne aggódjatok, hanem az üdvösség reménységének a sisakja, borítsa be a gondolataitokat, borítsa be az életeteket, és legyetek áldásául az Úr Jézus Krisztusnak, legyetek áldásául mindazoknak, akik körülöttetek élnek. Jézus Krisztus nevében legyetek